születésnapját ünnepelt. Baráti hangulatban ünnepélyes keretek között adta át a Foltos Pillekör elnevezésű Patchwork klub tagsága azokat az elkészített munkákat, amelyek ezután a művelődés háza színesebb és új megjelenését segítik. A klubban tevékenykedők arra is figyeltek, hogy kézműves alkotásaik illeszkedjenek a Makovec ház stílusához. A kék festő ehhez a stílushoz, a fához, a barna színekhez nagyon-nagyon illik. De egyébként a vidám színű, a tavaszias, nyárias színek is nagyon-nagyon jól illeszkedik, és gyönyörűen föl is dobja ezt az egészet. És hiába azt mondjuk, hogy a foltvarrás, a patchwork, az egy nagyon új technika, és nagyon talán modern, van benne nagyon tradicionális rész is, de hogy nem mindenhez illik, de úgy látszik, hogy nagyon szépen lehetett illeszteni ehhez a művelődésházához. A művelődésháza igazgatója híradónknak elmondta, hogy az egyik legeredményesebben és legaktívabban működő műhelyei közé tartozik a Foltos Pillekör. A közösségnek a szakmai munkáit azt hiszem, hogy a város lakók is jól ismerik, hiszen folyamatosan jelen vannak a hazai és nemzetközi pályázatokon és kiállításokon, és nagyon szép eredmények vannak mögöttük. Ezt a szakmai munkát az intézményünk a anyagi kereteihez képest megpróbálja segíteni, és biztosítani azokat a fórumokat, ahol a fejlődésük garantált, gondolok itt a nyári táborokra, a különböző varrós találkozókra is továbbképzésekre. Minden kihívás, ez is egy ilyen felkérés is, de olyan örömmel tettünk eleget ennek a felkérésnek, és az, ami csodálattal tölt el, hogy nagyon lelkesen varták a lányok, és nagyon jó hangulatban. Azért mi minden héten pénteken egyszer találkozunk délután 2 óra hosszát, az kevés lett volna ez az idő, és ezért varrós hétvégét rendeztünk. Az azt jelenti, hogy egy szombati napunkat rááldoztuk, mindenki jött, és lelkesen vartuk. A foltvarrással itt Sárospatakon közel 20-an foglalkoznak a művelődés háza által támogatott kör keretében.